Gazdasági fórumból az ajtóra is tegyetek feltétlen. Igen, ez lesz az, ami állandóan kinyílik, becsukódik. Kinyíl van a hangatokon című felirat és a kányden. Nem megyünk be, uram. A gondolják, zárják be az ajtót. Ne tessék letépni. Ne tépje el át. Jó, akkor tépje le, úgyis oda ragasztjuk, jó? Vagy az vagy az úr. Bemegy az úr. Adjatok egyet majd én ragasztok. Nem ragaszt. Urakodás van. Na, hát mi a történik? Csak nyugodtan, semmi probléma nincsen. Nem nyúljon hozzá, jó? Szerintem veszek, hogy nem lenne ehhez jogunk, ahogy jelenik, nyilvánítjuk. Addig rakjátok a másikra, tehát kell itt terület. Kell itt bármit is problémázni. Józsi, hagyjad, hagyjad, Józsi, 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 ne verekedjünk össze! Rakjátok a másik jó ajtóra, ti! Majd visszajövünk éjjel! Rakjátok a másikra! Józsi, legyenek egy szívesek intézkedni! Ez egy plusz bér van! Bér előtti a zúrás probléma! Úgy se tudnak mindenhova oda érni! Bocskos, bonka, ember! És ítélet, kinél van! Hagyjad, Józsi, ennyit nem ér a történet! De ez egy plusz pénz kapsz, vagy mi? Úgy gondolom, hogy nem is koncertra után érdeklődni, úgyhogy mindjárt meg fogjuk kérdezni, hogy mi a helyzet. Persze, teljesen nyugodt mindenki. Persze, hogy van az engedély. Így van. Na, hát akkor jó, hogy itt jó. Ó, ki akkor lehet ragasztani tovább? Így van. Na, tessék nyugodtan, ragasszátok nyugodtan. Ha önök meg akadályozzák, akkor rendőri intézkedést fogunk kérni. Tatszemi, a véres kész kikerült a kárhára! Ahányszor leszedik, annyi szokat. Szép lassan megszedik a dolog. Ragasztó! Én egy ragasztó, figyelj! Segítsd a ragasztó! Na! Már el is fokoskodnunk! Apac, kutat csukolnak az ajtó! Piszkos, mocsosok! Kicsit csak írnak az ütfelekkel! A jövőre nem lesz szuka helyetek. 20 ülőhely van, egyetlen egy ember van a hétén. Hol fogok dolgozni jövőre? Hol dolgoztok? Ha önök ki szeretne jönni, akkor természetesen mi félreállunk. Tessék jönni nyugodtan. Mentek egy kis munka nélküliek meg. Ott volt a helyetek, munka nélküliek. Rajtunk nem új érdek, picit gyertek félre, légy szívesen a nagy a kerekekes székkel ki szeretne jönni. Nem szeretne ki jönni? Valamiért a bakrendszer az összeredől. Büszke lehetsz, lófankasú gyűjtőmódó. Büszke lehetsz, anyákkel, de az a munka, hogy itt neki álljon és embereket spirtózzon le a bankba. Bankér! Ember! Ember! Egy bankér nem érzi meg. Bocsánat. Magyar emberek, magyar embereknek a vérét ontál egy mocskos bank becsülete miatt. Hát nyilván ez a becsületét jelképezi, hogy az már nincs neki. Igen, de igen, itt az hallom érten elától, hogy Kösi hal lenni bankért nem nagyon éri meg. Akkor már legyünk Kösi halottak a másik emberekért. Hogy megy bankért. 5 forintért átkergeti a békát. Szépen a szemed, cica! Ez is az a tipus. Igen. Meg itt jelzem itt is természetesen, ha leszedik, akkor mi is visszajövünk és úgy rakjuk. Hát külön az a kérdésem, hogy figyeljétek ki, hogy itt lekerült el a plakát, mert ha igen, akkor visszarakjuk. Mindenképpen az ajtóra ebből feltétlenül tegyetek. Megteremnék, hogy becsukják nekünk az ajtót, hogy tudjunk az nyíló ajtóra is tenni. Na próbáljunk meg oda settenkedni, kérdezik egy kicsit, becsukodjon az ajtó. Ki is nyíljon többen. Úgy álljatok! Lehet, hogy bent is útban vannak. Na mindegy, akkor rakjuk a másikra, hát mondd meg itt.
Na most? Na majdnem sikerült. Szaláljátok, próbáljuk meg! Szalad? Szalad, azt mondja, szalad! Hoppa, gyorsan, 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 álljátok! Nem baj, a következő majd jó lesz. Ilyen, például feküdj le a küzdöbre, és hát, hogyha akkor becsukod. Szeretnék mondani, egyik kedvenc bankunk, a KNTH, az enyém, a legkedvesebb. Elmondom el egy rövid kis történetet. 6 évvel ezelőtt fölvettük a feleségemmel 12 millió forinttal. 6 év alatt 9 millió 800 ezer forintot bőlesztettünk vissza. Körülbelül azt mondja a bank, van még 35 millió forint, nem mondja meg, hogy konkrétan mennyi. Panaszleveleket írtunk, 5 banki levelet írtunk vissza, és felindítjuk, minden a legnagyobb rendben van. Most én azt kérdezném, mi áll az uzsoráin ebben az országban? Börtön! Micsoda? Börtön! A banki uzsoráin? Kötél! Így van! Köszönöm szépen! Akkor énekeljük el a kötelest! Hát akkor a börtön ablakába illik most ehhez a legjobban szerintem! Menni fog? A börtön ablakába soha nem sült be a nap, az évek tovaszának, mint egy múló pillanat. Ragyogon süt a nap, és szikrázik a fény, csak a szívem szomorú, nem várt gondolok én. Mi a romantikus, így nézem innen a feleségemet, börtönös dal, köszönöm, és szerelmes vagyok veled a béka jelmezve, és szexi a szemek. Szexi, igen, szexi szemek, fideszes póló, óriási történet, ne fizess, mondom majd mindig neki, amikor éppen megyünk majd shoppingolni, egyszer, ha majd lesz erre keret. Jó, nézzük meg itt, még talán találunk kiratot ezen a bankon is. Hogy?